Valódi közösségi térré alakult az egykori emlékhely Korotnoki Dániel sírjának környezete. Az ácsi református egyházközség és az ácsi természetjáró bakancsos klub konzorciumi partnerként megközelítőleg 45 millió forint támogatást nyert a Hittel Ácsért című pályázat keretében. A projektben a közösségi programok, táborok, képzések mellett egy új közösségi tér kialakítása, fejlesztése is szerepelt. Így került sor az úgynevezett Kisdobos sír környékének közösségi térré alakítására a régi református temetőben. A szabadságharc gyermek tüzérének sírja mindig is a 48-as megemlékezések helyszíne volt, ahol 4 millió forintból a sírkőhöz vezető és egy azt körülvevő térköves terület került kialakításra, padokat helyeztek ki, valamint a kopjafákat is restaurálták. A beruházás hivatalos átadásán elsőként Gerecsei Zsolt esperes úr és Tóth János, a természetjáró bakancsos klub elnöke mutatta be a projekt fő mérföldköveit. Pályázati programot igyekeztünk összeállítani a közösségi térrel kapcsolatban. Rögtön az első, ami felmerült bennünk, az az volt, hogy az úgynevezett Kisdobos sír környéke kiválóan alkalmas lenne arra, hogy szimbolizálja ezt a pályázati projektet, szimbolizálja a Hittel Ácsért való tevékenykedést és szolgálatot. Hiszen az, akinek most a sírja mellett állunk, a maga személyében is jelképezi a közösségért, a közös célért való küzdelmet, hiszen messze Észak-Magyarországról, Mádról indult ez a 10 éves fiú, akinek földi pályája itt ért véget Ácson az 1848-49-es szabadságharc során. Nem ütközetben hunyt el, hanem betegségben. Annyit tudunk utolsó napjairól, hogy mikor a sereg tovább indult Győrbe, betegsége miatt már oda nem érkezett meg, parancsnoka visszaküldte a komáromi kórházba, de Ácsig jutott, itt egy család befogadta őt, ápolta, majd halála után tisztességgel eltemettette, a sírhelyet megjelölte, és azóta lehet mondani, hogy azóta a 48-49-es megemlékezéseknek egyik központi helye ez a terület. Így kívántuk ezt a területet egy kicsit az ünnepségekhez, a megemlékezésekhez, és természetesen a közösségi léthez, a közösségi élethez is méltóbbá tenni. A pályázatban erre elkülönített összeg 3.492.500 forint volt, amit kiegészített egy 508.000 forintos berendezésekre szóló rész is. Hálás szívvel köszönjük meg a Döngölő Kft.-nek az elvégzett munkát, és hadd mondjam el, kicsit rendhagyó módon, hogy majd amikor a szalag átvágására sor kerül, a méltóságok mellett egy igazán nagy méltóság is megjelenik majd. Hadd mondjam így, hogy Zolika talán nem sértődik meg, hogy így mondom, de Gerencsér Zoltán, tudnélik, senki nem gondolná, hogy neki és a családjának mekkora szerepe van abban, hogy ez a helyszín közösségi térré formálódott. Amikor Zolika csecsemő volt, és a keresztelőjét beszéltük meg, akkor az édesanyjával arról beszélgettünk, hogy miután nem messze laknak, milyen jó lenne valahol itt a közelben egy játszótér, egy kis tér, egy kis liget, ahová a gyerekekkel el lehet jönni. Hát a Zolika játszótérből már kinőtt, ezért nem játszótér lett belőle. De hogy Isten malmai lassan őrülnek, az is benne van, hiszen azóta Zolikából, a csecsemőből felnőtt fiatalember lett, és tulajdonképpen az ő személyén keresztül az ő családja volt az, aki ennek a területnek, nem mondom hány évvel ezelőtt, a fejlesztéséhez az első adományt megtette. Úgyhogy az egykori itt életét befejező fiatalember sírja és a körülötte kialakított emlékhelynek és közösségi térnek a felavatásához, a használatba vételéhez majd szeretettel kérjük ezért Gerencsér Zoltánnak, az Ácsi Ifjúság képviselőjének is a közreműködését. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen én magam is mindazoknak, akik a projekt során segítségünkre voltak, hiszen nem volt egyszerű
az említett Covid miatt nem volt egyszerű egyházközségünk egy másik beruházása miatt. Istennek legyen hála, hogy elvégezhettük azt, amit vállaltunk, és így adjuk át a város lakosságának, a fiataloknak ezt a megújított, de még terveink szerint nem egészen befejezett közösségi teret. Hatalmas öröm ez nekünk, hogy részesei lehettünk ennek a konzorciumnak, illetve hát részesei ezáltal kedvezményezettjei is voltunk a Hittel Ácsért című programnak. Ezúton is szeretném megköszönni az egyháznak, hogy együtt tudtunk dolgozni ebben a 3-4 évben a program folyamán, illetve hát a Magyarország kormányának és az Európai Uniónak, akik támogatták ezt a lehetőséget. És azért is nagy öröm ez számunkra, hiszen fiatalként azt hiszem, hogy kicsit nagyobb figyelmet igényel a legnagyobbat adó, vagy a legtöbbet adható, ugye az életét adta ez a fiatalember a hazáért. Ezért mi szívünk az nagyon közel áll, és szeretnénk egy programsorozattal is tisztelegni majd, amit később próbálunk megvalósítani. A mi részünk annyi volt a konzorciumi partnerségben, hogy eseményeket szerveztünk, amit egyébként megvalósítunk mi a konzorciumi partnerség nélkül is, de itt sokkal könnyebb volt, hogy volt mögöttünk egy erős, biztos háttér, és ne persze az anyagi támogatás is. Az eseményeinken nagyon sokan megjelentek, hál' Istennek, nagy volt az érdeklődés, az Esperes úr említette a Covid helyzetet, akkor sajnos ki kellett hagynunk, de ezt mind-mind bepótoltuk az eseménysorozat zárásáig. A továbbiakban Cunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője mondta el gondolatait a projekt kapcsán. Beszélében az emberi kapcsolatok, az emberi erőforrás valódi fontosságára hívta fel a figyelmet. Na ez az emberi erőforrás operatív program, az ilyen jellegű programokhoz és közösségekhez és a települések motorjait jelentő közösségekhez, egyesületekhez, csoportokhoz szólt a pályázati felhívással, abból a célból, hogy erősödjenek meg, és az a tevékenység, amit akár a bakancsosok csinálnak, folyton látom, hogy rendkívül termékeny pályázatírók, tehát amit tudnak, elérnek a civil pályázatok körében. Az egyház, csak úgy szoktam mondani, hogy az ab-ovo és az ipso iure és a törvény erejénél fogva közösségformáló és a legrégebbi szervezetünk, meg annyi feladatával és meg annyi szolgálatvállalásával. És külön öröm, amikor két ilyen közösség találkozik, ami egymást erősítően a település erősítését tűzi ki közös célul. És a programban konzorciumi partnernek hívjuk őket, de voltaképpen, ha az egyházi nyelvezetet használom, szolgatársak a közösségépítésben, ha a hétköznapi nyelvet, akkor pedig partnerek és szövetségesek egy ügyért, amely ügy nem más, mint Ács közösségének az erősítése. Az, hogy ennek a helynek, ami az infrastruktúra része volt ennek a projektnek, van egy külön helyi története, történelmi története a mögöttünk lévő sírba rejtett történelemmel, és azzal, hogy az igény ácsiaktól, ácsi fiataloktól érkezett, hogy ez a terület legyen úgy a közösségé, hogy legyen egy liget, legyen egy kultúrált kinézetű hely, ahova ki lehet jönni, le lehet ülni, lehet a gyerekkel játszani, ahonnan el lehet indulni, és ami mindannyiuké, hogy ezt tudja keretezni és koronázni ezt az ácsi Hittel Ácsért programot, azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy van értelme az ilyen jellegű programoknak, hiszen ha megfelelő szövetségesek találkoznak, és megfelelő programot tudnak építeni, és összeállítani, és a megfelelő helyi bázissal és alappal tudják a hozzárendelt infrastruktúrát is kialakítani, akkor innen is látszik, hogy igenis van emberi erőforrás, és ha van emberi erőforrás, ha van bennünk erő, akkor az egyben forrás is. Esperes úr tovább is tudja gondolni, hogy mi az a forrás, minek a forrása van bennünk, amelyhez út vezet onnan hozzánk, s tőlünk hozzá is. Az akkor evidencia, hogy
legyen ilyen lehetőség, ahol civilek, egyházak és a város közössége egymás építésére és az együttépülésre tud támogatást nyerni. Úgyhogy ezért voltak fontosak ezek az emberi erőforrás operatív programok, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőség mód arra, hogy hasonló programokkal településeink közösségei a szó szoros és a szó átvitt értelmében is épüljenek. A következő percekben ünnepélyes szalagátvágásra került sor. Köszönjük szépen! A pályázattal az egyház célja az volt, hogy folyamatos programokkal erősítse Ács város közösségeit. Ehhez pedig közösségi terekre is szükség van. Így alakították át Korotnoki Dániel sírjának környezetét, hogy méltóképpen fogadja a ráemlékezőket és az ide látogatókat a jövőben. Esperes úr kitért arra is, hogy jelentős munka volt nemrégiben a református iskola közösségi házzá alakítása, valamint hamarosan időszerűvé válik majd a református templom korszerűsítése. Pályázat során úgy szerettük volna kialakítani ezt a területet, hogy részint az ünnepségek, megemlékezések számára, részint a lassan kialakuló közösségi élet számára is, hiszen itt egy elég nagy füves terület található, kis ligetes ez a környék, egyformán használható legyen. Így készült a sírhoz fölvezető és a sírt körülvevő térköves terület azért, hogy az ünnepségek során is méltóképpen tudjunk jelen lenni. Padokat helyeztünk ki, egy kiülőt, ahol le lehet ülni napsütésben, mint ahogy a most szép őszi napsütés van most is, illetve megőriztük a régi kopjafákat, amiket még az úttörő időkből azok a települések adományoztak, ahol Koroknai Dániel megfordult. Szülőfalujának, Mádnak a kopjafája is itt van, illetve a tavaszi hadjárat csatái helyszínének a kopjafái is. Ezeket egy kicsit most már restaurálni kellett, hiszen az idő kikezdte őket, de megmentettük mindegyiket, és ha nem is eredeti magasságukban, mert egy kicsit az aljukból vágni kellett, hogy megálljanak, de itt vannak, ott azon a helyen, ahová eredetileg szánták őket ezek a települések. A közösségi házunk elkészült, használjuk, nem egészen valósult meg minden tervünk. A tetőtér úgy alakult, hogy kész arra, hogy bármikor beépíthető legyen, részint közösségi tér, részint szálláshely céljára. Ez még várat magára, ide még további forrásokat, pályázatokat szeretnénk keresni, illetve a templomunk, mi egy középkori árpádkori eredetű épület felújítása lassan-lassan időszerűvé válik, úgyhogy tervünk sok minden van, és az épületek mellett természetesen, mint ez a pályázati projekt is mutatja, alkalmakat, rendezvényeket, közösségi ünnepeket, közösségi alkalmakat igyekszünk szervezni továbbra is. Mint megtudtuk, a közösségi tér kialakításának ötlete még évekkel ezelőtt fogalmazódott meg Gerencsérné Járóka Erzsébet fejében, akit örömmel tölt el, hogy még inkább méltóság teljesebben zajlanak majd a városi megemlékezések. Nagyon szép lett ez a tér, igazán kellemes, hogy egy ilyen lehetőség van itt az ácsiaknak, hogy tudnak ide egy kicsit kijönni és körbenézni, amúgy is a szívünknek kedves ez a Korotnoki sír, és így egy picit közösségivé is vált. Szóval itt talán akkor lehetett olyan 2 éves körülbelül, amikor a keresztelő előtt beszélgettünk erről az Esperes úrral, és akkor fogalmazódott meg ez az ötlet, de be kell, hogy valljam, hogy én már nem is emlékeztem erre, tehát ez egy nagyon megtisztelő, hogy ezt jó emlékezetében megőrizte Zsolt, és hát így vissza, kedvesen visszaemlékezve felkért minket, hogy jöjjünk el ma. Milyen volt ez a tér előtte? Előtte egy igazából egy füves terület volt, és azt gondolom, hogy így azért egy sokkal kellemesebb közösségi részlet, illetve egy mégiscsak egy színhely, egy tényleg a közösségi életnek.